lefektetni, hogy miért is jöttünk itt össze. 2012 tavaszán a MERI program, a Nyílt Társadalom Alapítvány égisze alatt beindult a MERI program, tehát akkor indult be a MERI program. 2012 és 2013-ra szól ez a programcsomag. Ennek a célja, hogy jó helyi akciókat találjunk, és ezeket be lehetett nevezni egy versenyre, úgynevezett helyi roma felzárkózási gyakorlatok címen futott ez a verseny, és az Európai Bizottság az MTM-mel partnerként hívta össze ezt a jelenlegi konferenciát. 104 eset tanulmány jött be 25 országból, elsősorban a közösségi felzárkózás, az oktatás, a lakhatás és az egészségügy területén, és két hónapon át egy technikai gyakorlat, bocsánat, félreolvastam, tehát ebben a négy témában két hónapig értékelték ezeket a pályaműveket, a Between Selection Committee, MTM, and Metropolitan Research Institute, a unanimous call was egy magyar lakhatással foglalkozó kutatóintézet. Sustainable efforts presenting only two top awards. Városkutatási Kft. Vett részt a bírálatban. Nos, amúgy nézzük, hogy milyen kritériumok alapján történt az elbírálás. Az első kritérium az, hogy mélységi stratégiai gondolkozás és felzárkóztatás. A második az, hogy a helyi hozzáférés a szolgálatokhoz, a harmadik szektorokon átnyúló akciók, oktatásban, munkahelyteremtésben, és a negyedik pedig az önkormányzatok elkötelezettsége a diverzifikált finanszírozás irányában, a hatodik az EU pénzeknek a hatékony felhasználása lokális szinten, helyi szinten. A hatodik kritérium a polgármesterek professzionalizmusa, és a hetedik pedig a roma vezetők bevonása és az NGO-k bevonása a döntéshozatalba és a felzárkózási programok végrehajtásában. Nos, hét kritériumot hallottunk, tehát ma él 17 városból és régiókból üdvözölhetünk győzteseket. A hét kategóriában, tehát az oktatás, a munkahelyteremtés, lakhatás és közszolgáltatás, a migráns romák integrációja, az átfogó felzárkóztatás, illetve a hosszú távú programok. Tehát nézzük a technikai információt, két részre osztjuk a mai estét, és a kettő között lesz egy 15 perces kis szünet. Díjat a MERI Szelekciós Bizottság egyik tagja adja át. Akkor elkezdhetjük, ugye? Nem akarjuk húzni az időt, és még egy technikai. Ne felejtsék el föltenni a fülhallgatókat, mert ugye itt 8 nyelven folyik a díjkiosztás.
Costa Bercus urat kérjük díjkiosztásra. Costel Bercus is a Romanian. Ő egy romániai roma, Bercus úr, és egy román NGO-nak a elnöke volt, igen széles körű mező, illetve nemzetközi munkát végek, utána a roma oktatási alapnak a vezetőjévé nevezték ki. Üdvözöljük. Köszönöm szépen, Violetta. Mindenkit üdvözlök ismételten. Itt van a kis beszédem. Egy percem van, tehát elég nehéz ez, hogy elmondjam ezt a több oldalas beszédet. Az első dolgom az, hogy miért fontos az oktatás. Már csak 59 másodpercen maradt. Először is tapasztalatból mondhatom, hogy ugye tennünk kell valamit a gyermekek oktatásáért, és ez egy kis sztori, egy észak-erdélyi szegregált iskolában találkoztam egy kis gyerekkel. Én ott egy emberjogi aktivistaként megkérdeztem, egy nagyon egyszerű kérdés volt, egy ártatlan kérdést a gyerektől, hogy mit kívánnál, mi lenne az az egy kívánságot? És azt mondta, hogy szeretne romániai gyerekkel ülni a padba, és nem csak cigányokkal együtt. Ez bizony feldühített. És azt mondtam, hogy és akkor eltökéltem, hogy ez ügyben hivatalosan és intézményesen valamit tennünk kell. És ez vezetett oda, hogy az alapítványt létrehoztuk, mert hiszen ezt a szegregációt, ellentétet meg kell szüntetnünk. Itt ebbe a kezdeményezésbe a helyi NGO-k is beszálltak, az Európai Bizottság is, a Roma Oktatási Alap, és még mások is. Azt hiszem eltelt az egy percem, ebben megegyeztük. Először korábban 3 percet kaptunk, nos, tehát most nézzük, hogy ki nyerte a legjobb, a díjat a legjobb oktatási programért. Olyan, mint az Oscar-díj. Kiosztó. A bronz. Pehcevo Macedónia. A nyertes, a bronzérem tehát. Jovancsko Stanyovszki, Pehcevo polgármesteri hivatalából. Köszönöm. Egy percben beszámolok erről, hogy a kelet Kelet-Macedónia és nem a volt jugoszláv köztársaság része, tehát Kelet-Macedónia, a legjobb macedón barátom üvöltött éppen. Sajnos nem halljuk, nincs mikrofonja. Tehát a macedón köztársaságban található Pehcevo, 5517 lakosa van, amelyből kb. 2200-an 6 faluban laknak, és a 2002-es adatok szerint 7,1%-uk roma, ezek az adatok. Dr. Jovanko Stanyovszki,
Pehcevo polgármestere 2005 óta, és ez már a második mandátuma. Ő egy BSC-vel rendelkezik, orvosi fakultásról, és az ő projektjének a címe az iskola előkészítő roma gyerekek számára, és a pecsevói önkormányzat kapja a bronz érmet. Kollégám át is adja. Itt a díjam. Köszönöm a díjat. Nagyszerű érzés itt lennem, és hogy elismerést kaptunk a munkánkért. Ez nagyon fontos, mert hiszen ez a gyerekekről szól, és a gyermekek a legnagyobb értékeink, és éppen ezért, amikor képezzük őket, akkor az ő jövőjükbe investálunk, de ez egyben a mi jövőnk is még. Nem csak Pecsevót tisztelték meg ezzel, hanem Macedónia egész országát is megtisztelték ezzel. Ez inspirációt ad számunkra, hogy folytassuk a munkánkat, vagyis jó nyomon járunk, és hogy a munkánk egy jobb jövőt fog teremteni az egész lakosságunk számára, és különösképpen a romák számára. Ahogy már az elején elhangzott, úgy volt, hogy a polgármesterünk veszi át a díjat, de nem tudott elutazni idáig, de ő egy üzenetet küldött önöknek, hogy ennek a magas szintű fórumnak köszönetet mondok a díjért, amellyel elismerték a mi eredményeinket a roma integráció területén a gyermekek számára, és az a pecsevói roma gyermekek nevében, és a mi kis polgármesteri hivatalunk, stábunk nevében köszönetet mondunk. Egy kis falu vagyunk, de nagy a szívünk, mindenkinek van ott helye, együttesen támogatjuk egymást a problémák megoldásában. Közös életstílust élünk, és egy irányba húzunk. Köszönöm szépen! Most jön az ezüstérem. Tundzha, Bulgária. György Stajanov, Tundának a polgármestere veszi át. Nézzük a települést, és a polgármesterről, és a projektről. Tundzha, Dél-Kelet-Bulgáriában található. 44 falu tartozik hozzá, és 24 ezer lakosa van. A romák aránya 25%. A polgármester Gorgiev történész szakon végzett Veliko Ternovóban 1984-ben.
és Tundzlának már 10 éve polgármestere, 2001-ben már a harmadik egymást követő mandátumát kapta. Nézzük a projektet. Ez az iskolai lemorzsolódás ellen küzdő projekt. Van olyan, hogy a mi falvainkban, városainkban a lemorzsolódásra nagyon oda kell figyelni, mert elkezdik az iskolát, és utána sokan lemorzsolódnak, és 2010 óta a 2 és 4 éves gyerekekre koncentrálunk, és gyakorlatilag itt fejenként kevesebb, mint 7 eurót tudott költeni ezekre a gyerekekre, de ezt kiegészítették kofinanszírozási csatornákon keresztül. A donorok, mint például az Európai Bizottság, vagy mi a Roma Oktatási Alap hozzájárultunk ehhez. Gratulálok az elvégzett munkáért hoz. Még 3 percen van, meg 2, mindegy. Köszönöm szépen. Sok mindent láttam már a helyi önkormányzati szinten, de mindig meghatnak az ilyen alkalmak, amikor ugye a tundzsaiaknak a munkája ilyen elismerést kap. 2 oka van ennek. Az egyik, hogy a bemutatott gyakorlatok, amiket bemutattunk, igen komoly szelekció után kerültek meg megvalósulásra, tehát jó munkát végeztek a tundzsaiak. A másik ok pedig az, hogy ez fontosabb, mert eme munka nyomán ezreket segítettünk, több ezer romát segítettünk hozzá jobb életkörülményekhez. Tehát így jobban élve mások életét is jobbá tudják tenni. Biztosíthatom önöket, hogy ez a díj nagyon speciális helyet fog kapni, ahol mindenki láthatja a tundzsai polgármesteri hivatalban. Az első kategória nyertese Magyarország, Mohács. Székő József, Mohács polgármesterét látjuk, halljuk, de mielőtt följönne, egy Mohácsról szóló filmet tekintsünk meg. Mohács polgármester. József Cakó, av. 20 millió forintos programot valósítottunk meg, mintegy 90%-os támogatással. Ennek a nagy része Európai Uniós finanszírozás volt.
Welcome, Mr. Mayor. Just few words about the municipality of Mohács. Nézzük, mutassuk be Mohácsot. 12 ezer lakossal Baranya megyében. A magyarokon kívül 4 etnikum van képviselve, már évszázadok óta, horvátok, németek, romák és szerbek. Székő József, a Fidesz tagja, és 1998 óta Mohács polgármester, amihez gratulálok, polgármester úr. Na most röviden a projektről beszámolnék. A szegregáció kiszűrésére szolgáló általános iskolai program. Mohács több innovatív és radikális lépést tett, úgyhogy átcsoportosította a gyerekeket nem szegregált iskolákba, és több donor honorálta ezt, többek között az Európai Bizottság. Gratulálok, polgármester úr, nagyszerű munkát végzett. Örülök, hogy ön nyerte meg az első díjat, ez az arany, aranyérmet nyerte meg. Tisztelt konferencia, tisztelt MERI bizottság, köszönöm a megtisztelő elismerést azon kollégáim nevében, akik ennek a programnak a megvalósításában partnerek voltak, illetve akik ezt megvalósították. Köszönöm elsősorban azoknak az oktatási vezetőknek, akik a programot megvalósították. Köszönöm azoknak a gyermekeknek, szülőknek, hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek és a nem hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek, akik ennek a programnak a megvalósításában partnereink voltak, hogy segítettek egy olyan rendszert megalapoznunk, amely reményeim szerint sokáig fennmarad, és a jövőben sok száz és sok ezer hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatását segítheti. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy a házigazdája lehetek az oktatási díj átadásnak. Legyenek óvatosak a lépcsőkkel. Szóltak nekem a szervezők, hogy nehogy itt átugorjam ezt a távolságot. Azt szeretném mondani zárszóként, hogy az oktatás egy olyan ügy, ami nagyon közel áll a szívünkhöz, úgyhogy többet kell tennünk annál, mint amit az elmúlt években tettünk. Az én nézőpontomból mindannyian, akik itt vannak, nyertesei vagyunk minden olyan tevékenységnek, amit helyi szinten végzünk, úgyhogy gratulálok mindannyiuknak, hogy eljöttek a konferenciára. Gratulálok legjobb barátomnak, Kálmánnak, és gratulálok az Európai Bizottságnak, hogy összehozta ezt, és csatornaként szolgál a helyi hatóságok felé. Köszönjük, Bercus úr, és most szeretném kiszólítani a szelekciós bizottság következő tagját, Mizsei Kálmán urat. Legyen szíves, fáradjon föl a színpadra, hogy folytathassuk a díjátadást. Kálmán már itt van, hagyd mondjak el egy pár szót róla, és aztán elkezdhetett.
Kálmán egy magyar közgazdász, aki a magyar romákért dolgozik, az Európai Bizottságban dolgozik, a Making the Most projektben. Ő és a kollégája, őnek és a kollégáinak nagyon nagy hatása volt az EU a roma integrációs stratégiára, és 2011-ben ő volt a különleges képviselője a Moldova helyzettel kapcsolatban, 2007-2011-ig, 2001 és 2006 között regionális igazgatója volt. Köszönöm szépen. Kedves barátaim, nagyon röviden a díjról, a munkahelyteremtési kategóriában sok banalitást mondhatnék, de ez a nagy háromszög, az oktatás, a foglalkoztatás és a lakhatás. Nehéz megmondani, hogy mi fontosabb, mert az egyik helyzetben az egyik fontosabb, a másikban a másik. Az oktatás nyilván rettentő fontos, mind a megélhetés, a családok fenntartása és az önbecsülés, önértékelés szempontjából is. Az én országomban emlékszem, mint liberális közgazdász, hogy mennyire megdöbbentem, mikor elkezdődtek az 1980-as évek végén a gazdasági reformok. 93-ra a roma emberek többsége elvesztette a munkáját, teljesen felkészületlenek voltak erre a helyzetre, és az igazság az, hogy bár vannak most nem romák is, akik munkanélküliek, még mindig nem tudtuk megoldani a piacgazdaságban a roma munkanélküliség problémáját. A másik dolog, amit szeretnék mondani, az egyetlen dolog, amit el akarok mondani a díjátadás előtt, hogy ez egy különlegesen nehéz terület polgármesterek számára, önök számára, helyi cselekvők számára, mert nagyon nagy dolog, nagyon tiszteletreméltó dolog, hogyha a helyi hatóságok, polgármesterek, a helyi civil szervezetekkel, civil kezdeményezésekkel együtt jelentős fejlődést érnek el a roma munkanélküliség megszüntetésében. Köszönöm. Tehát két borítékunk van. Lehet, hogy elvesztettük a harmadikat? Nem is tudom. Lássuk. Tehát úgy néz ki, hogy egy borítékban két helyezettet is találunk. Az első Gyulaj Magyarországról, a második pedig Besence Magyarországról. Tehát Gyulaj és Besence. Gyulaj és Besence. Ignác Józsefet kérném szépen, és Dobos Károlynét, hogy fáradjanak a színpadra. Kedves barátaim! Ez a két rendkívüli polgármester sok dologban hasonlít egymásra, bár nem néznek ki hasonlóan, de abban hasonlítanak, hogy rendkívül szegény települések vezetői. Magyarországon van egy olyan kategória, hogy a különösen hátrányos települések. Mindketten ilyet képviselnek, nagyon kis településeket. Ignác József egy egészen kis települést, Besencét képvisel, és
Azt hiszem, hogy most át kellene váltanom magyarra, hogy ők is értsék azt, amit mondok. Azt mondtam, hogy ön egy különösen kis és nagyon hátrányos helyzetű községet képvisel. Besence 130 fős község. A község nagy része roma, több mint 100 ember, nagy részük állás nélküli. Ignác József nagyon sokat tett, felhasználva a pályázatokat annak érdekében, hogy olyan oktatási programokat vezessen be, és olyan oktatási programokkal segítse a helyi roma lakosságot, amitől az ő foglalkoztatási esélyeik sokat javulnak. Ebben nemzeti és Európai Uniós alapokat is felhasznált. Ami Dobos Károlynét illeti, ő egy kicsit nagyobb, de még mindig egy nagyon kis községet, Gyulajt vezeti. Egyébként mind a kettejüket 2006-ban választották meg, és azóta állnak a községeik élén. Ez egy 1000 fős község Dombóvár környékén, azok számára, akik el tudják Dombóvárt helyezni a térképen. A község szintén roma többségű lakossággal rendelkezik, 65% roma, és miként Besence és Gyula is egy nagyon vállalkozó szellemű felfogásban sok pályázatot pályázott meg, és szintén hozzásegítette a roma lakosságot ahhoz, hogy álláshoz jussanak, és körülbelül 100 roma lakosukat sikerült így módon álláshoz juttatni. Úgyhogy mind a kettejüknek gratulálok az eddigi sikerekhez. További, még nagyobb sikereket kívánok, és nagyon sok sikert, úgyhogy ezennel önöknek szeretnénk átadni a két díjat. Nagy meglepetés számomra, hogy ma itt lehetek. Polgármesterként csupán tettem a dolgom, és álmomba se gondoltam volna, hogy egyszer én valamikor itt állhatok, és ezért a munkáért díjazásban részesülhetek. 6 évvel ezelőtt, amikor polgármesteri tisztségért indultam, tudtam, hogy ez nagy kihívás számomra, hisz Gyulaj fejlődése érdekében sokat kell tenni. De ez nem sikerülhetett volna munkatársaim önzetlen segítsége nélkül. Ezúton köszönöm nekik a segítséget, köszönöm a bíráló bizottság szakmai értékelését, és remélem a jövőben is kiérdemeljük ezt a bizalmat. Gyulai lakossága nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm. Sok sikert, jó egészséget! Jóska, segítek! Gyere! Én is kapok egy ilyen? Te is kapsz egy ilyet, amikor elmondtad. Amikor elmondtam. Tisztelt hölgyeim és uraim! Hát, nem lepődtem meg. Kaptam egy levelet 2 héttel ezelőtt, angolul volt írva, azt mondták, gratulálunk, van 2 perced on stage. Kerestem a szótárba, jó, föl kell jönni a színpadra, visszapörgettem interneten az Oscar-díj átadásokat, mit kell ilyenkor mondani. Elhoztam magammal az étlapot. Haza is viszem.
az embereknek meg fogom mutatni legutóbbi testületi ülésen a levél hatására a problémákat elemezve. Az utolsó napirend volt az zárszóként, hogy egyébként kapunk egy díjat. És hogy tudjuk felhasználni a fejlődésünkre? Elviszem az étlapot is, mert hozzá fog járulni. És hát idén se, tavaly se rendeztünk falunapot. Egy gulyáslevesre remélem építkezve, de remélem, hogy fogunk tudni a jövőre nézvést eredményeket elérni. Megtisztelő, nagy öröm, köszönjük szépen. Violetta, akkor a szódia. Tehát akkor az első helyezett, tehát az Oscar, ugye aranyunk is van, az arany pedig Freiburgnak szól, Németországban. Gratulálunk, előtte nézzünk meg egy kis filmet a projektről. Ulrich úr nevében, Kirchbachból, aki a kulturális és szociális és felzárkóztatási ügyek polgármestere. Freiburg kicsit nagyobb, mint Besence. Kétezer ember lakik ott. 12% a roma, sok volt jugoszláv területről származó roma él ott, és körülbelül 900 német szinti él a városban, mert évszázadok óta a legfőbb cél, hogy a menekülteknek állást biztosítsanak, és hogy úgy segítsék őket, hogy a munkaerőpiac szomboló helytállásukhoz képzést, végzettséget biztosítsanak nekik, német nyelvtanfolyamot,
és egyéb olyan képesítéseket, valamint jogi tanácsadást, és mindezt ingyenesen. Körülbelül 520 ember vett részt a programban, 70%-a roma. 203 roma bejegyzett, tehát hivatalos státuszú. Tehát Szeriatin úr, gratulálunk! Jó estét kívánok! Nagy megtiszteltetés ezt, hogy itt lehetek, azért is, mert én magam részéről olyan ember vagyok, aki a Freiburgi Parlamentben dolgozom Törökországból, és nagyon különbözőek a politikai álláspontok Freiburgban, és szeretném megköszönni ezt az elismerést. Nagyon örülünk, mert a romák a legnagyobb etnikai kisebbség Freiburgban és Európában. Szabadságot akarnak, kilátásokat a jövőre nézve, és nem térnek el a többi európaitól. Ez arra 900 roma menekültre is vonatkozik, akik a városunkban élnek. Teljesen más a személyes történetük, melyben a diszkrimináció, a szegénység és egyéb tényezők is szerepelnek. Szerbiából, Macedóniából jöttek többek között. Település szinten nincsen befolyásunk arra, hogy az ő származási országunkban mi történik, de Freiburgban lehetőségeket kínálunk számukra. 400 olyan roma van, akinek állandó tartózkodási engedélye van, és ez annak köszönhető, hogy Európai Uniós támogatást kaptunk. Az ISF-nek is köszönjük ezt a projektet, akik segítettek elhelyezni ezeket a romákat, és ők valóban kihasználták a képzési, oktatási és a munka lehetőségeiket is. A képzésen és munkán keresztüli integráció segített abban, hogy elbánjon az előítéletekkel és a prekoncepciókkal, és szerintem minél több ilyen programra van szükségünk, melyek segítenek a romáknak mindenhol, hogy bevonódjanak a társadalom központjába. Köszönjük szépen a MERI-nek! Nos, hát akkor ennyit a munkahelyteremtésről, és csak annyit mondanék, hogy ez a három önkormányzat bebizonyította, hogy a nemzeti problémák ellenére a helyi szinten lehet valamit tenni. Nem szabad persze elfelejtenünk, hogy a nemzeti programok alapvetően fontosak ahhoz, hogy magasabb foglalkoztatási arány álljon be a romák között. Köszönöm szépen, Kálmán. Most pedig felkérem a következő, Rumyan Russinov
úr lesz a következő átadó. Ugye a lakás-lakhatási kérdéskörrel fogunk foglalkozni. Ő az egyenlőségi politikák egyik nagy élharcosa. 97-ben egy nemzeti kampányt folytatott Bulgáriában, hogy kormány politika szülessen a roma felzárkózással kapcsolatban. Az OSI budapesti irodájában ilyen programok igazgatója volt, és 2005-től 2009-ig a roma oktatási alapvezető helyettese volt, és most pedig Bulgáriában egy roma érdekképviseleti szervet vezet. Jó, üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim! Örömmel vagyok itt, veszek részt ebben a ceremóniában. Először is engedjék meg, hogy gratuláljak a szervezőknek, az OSF-et, az Európai Roma Tanácsnak, illetve az Európai Bizottságnak köszönetet mondok. Nagyszerű kezdeményezés ez, és egy aspektust még hozzátennék a dicsőítéshez, mert nagyon fontos az az üzenet, amit ez közvetít, vagyis, hogy a roma integráció lehetséges. És ez nagyon fontos. Ezért értékelem olyan nagyra, és remélem, hogy ez csak egy kezdet, és nem a vég. A MERI kezdete tehát. Most elmondanám egy percben, igen, elmondani, hogy mi teszi sikeressé a romai lakhatási programokat, otthonteremtési programokat. Először is föl kell mérni az igényeket, és utána kell dönteni, hogy infrastruktúrát kell építeni, vagy a létező házokban, vagy pedig új házakat kell építeni. Ez egy magától értetődő dolognak tűnik, de igen gyakran pont a fordítottja történik, hogy először megépítjük a házakat, és utána mérjük fel az igényeket. Mert gyakran kiderül, hogy sokkal inkább a legalizációra van szükség, tehát a fennmaradási engedélyt kell megadni létező házoknak, el kell látni őket infrastruktúrával, létező házokat, és nem pedig újakat építeni. Egy másik, amire rávilágítanám, hogy a romákat be kell vonni a házépítés tervezési és végrehajtási fázisában is. Ne szegregált területen éljenek, meg legyen a infrastruktúrális ellátottságuk, ez nagyon fontos. Úgy gondoljuk, hogy tulajdonképpen együttesen sikeresek a lakhatási és munkahelyteremtési programok. A kifizethetőség, a hozzáférhetőség és a kulturális megfelelőség, ezek a kulcsszavak. És utoljára, de nem utolsó sorban, arra van szükség, hogy a projekt előtt kell már megteremteni a befogadó társadalmi légkört. Ezzel zárom is a mondandómat, és most pedig akkor bejelentjük a győzteseket. Két borítékunk van, nézzük meg, ki kapja az ezüst medált. Apatin, Szerbiából. Apatin polgármesterét, Smilenics urat
kérem föl, hogy fáradjon a színpadra, néhány szóval ismertetném a projektet. Apatin, Szerbia észak nyugati részén, a Duna partján található. 32 000 lakosú város, ennek több mint 9%-a roma. Zsivorac Milenics úr, 36 éves orvosi tapasztalattal rendelkezik, és 12 éves polgármesteri tapasztalattal, és 4 éve pedig a vojvodinai parlament tagja is. Nézzük a projektek, tett magát a legfontosabb jellegzetessége a projektnek az, hogy infrastruktúrát hozott létre több mint 3000 roma számára, akik Apatin roma körzetében laktak, áramot kaptak, vizet és csatornázást, és kineveztek egy roma koordinátort is, kapcsolatot tartani a roma közösség és a városházak között. 2010-15-re egy roma programot is készítettek, ezen felül a hivatalos elismerés nyert a roma közösség önállóan. Tehát most átadom Smilenics úrnak a szót. Hölgyeim és uraim, Apatin városa nevében és a romák nevében köszönetet mondok a kitüntetésért. Igen, sokat dolgoztunk, hogy javítsuk az ő életkörülményeiket, és hogy az emberi méltóságot is megerősítsük ott. 3000 roma, ahol lakik, ott aszfaltozott utak vannak, folyóvíz, elektromos áram, van óvoda, iskolai előkészítő és általános iskola, azt hisz doktoruk van, aki minden nap 4 óra hosszat rendel. A mi roma közösségünkben nagyon odafigyeltünk az oktatásra, 97%-a a roma gyerekeknek be is fejezi az elemi iskolát, 38-an végeztek középiskolát, és 2% egyetemet végzett. Egyébként az első naptól kezdve ösztöndíjjal látjuk el a roma hallgatókat, tanulókat. Zsivorac Milenics, Apatin polgármesterét hallottuk. Most pedig a következőt jelentjük be, tehát ez az aranyérem, nyertese Čičava Szlovákiából. Először egy kis filmet lássunk erről, a projektről. Čičavában üdvözlöm önöket. Én vagyok a polgármester, és a második mandátumomat töltöm. Thank you.
Tisztességes lakhatást biztosítunk, mondja a felirat. Marginalizált státuszból kihúzzuk az embereket. Ladislav Kalafa urat üdvözöljük, Čičava, a nyertes közösségnek a vezetőjét. Kelet-Szlovákiában található Čičava, 1150 a lakosság, és 53%-uk roma, és mind a 7 tagja a képviselő testületnek roma származású. Kalafa úr, őt ugye 10 éve szolgálja a várost ebben a kapacitásban. Ő mérnök, végzettségű, tehát mérnök úr, üdvözlöm. Nézzük magát a programot. A legfontosabb jellegzetessége, hogy 54 lakást újítottak fel, bocsánat, improvizált lakást elláttak új infrastruktúrával, és van egy higiéniai központ is az 54 lakás számára, főleg infrastruktúrát szolgál ki ez a projekt. 54 házról van szó, és biztos vagyok benne, hogy Kalafa úr egy kicsit részletesebben is ismerteti. Tessék! Jó estét kívánok! A mi falunk sikeresen növelte meg a romák életminőségét. Van játszóterünk, van iskolánk, van higiéniai központunk, mosodánk, van egy vallási központ, van egy szabadidő központ, és van egy műhely is, egy zárt műhely, és állandóan emeljük a roma életkörülményeket. 62 új épületet húztunk föl, és le dozeroltuk a régi kis kaibákat, és ez több mint 2 millió euróba került, köszönet a szelekciós bizottságnak, az értékelő bizottságnak, hogy a mi projektünket tüntették ki, köszönet a bizottságnak, a kisebbség és a többség nevében egyaránt Čičaváról. Nagyszerű munkát végeztek. Most. De látom, hogy még egy arany született ebben a számban. Raskovics a Szlovákiában. Nézzük meg az ő filmjüket is, és Raslavice polgármesterét is kérem a színpadra, Anton Lemanyec urat. Tehát 2 arany nyertesünk van. Anton Lemanyec vagyok, én vagyok Raslavice polgármestere. Próbáljuk megsegíteni az embereinket úgy, hogy földhöz juttatjuk őket, amit maguknak megművelnek.
Tehát munkaalkalmakat teremtünk. Ifjúsági akciókat segítünk, támogatunk. Örömmel gratulálok Lamanec úrnak. Néhány szóban bemutatom a projektet. A polgármester vezeti a kelet-szlovák Raslavica faluját. 2600-an lakják azt a falut, 14%-uk roma. Lamanec úrnak tapasztalatai, 12 éves polgármesteri tapasztalatai vannak. Korábban a Bardeo kerületnek volt a adminisztratív vezetője, nagyon sikeres projektet tudhat maga mögött, amelyben olyan elemek találhatók. Egyrészt a legalizálása a házaknak, illetve a közös tulajdonú földek kiosztása. Azután nagyon sikeres munkahelyteremtési része is van a projektnek. Új házak épültek, új infrastrukturális beruházások készültek, gáz és víz és csatorna és aszfaltút ellát. Építésre is be tudunk számolni. Ez komplex növekedést jelent, fejlődést jelent, és azt mutatja, hogy a politikai akarattal minden elérhető. Lamanec többet mondhatna erről biztosan. A level of political will is needed in order to achieve these results. So first... Hogyan is ért el ezeket az eredményeket. Először Lamanec úrnak átadjuk a szót, majd átadjuk a díjakat. Lamanec úri a szó tehát. Köszönöm szépen. Jó, mindenkit üdvözlök. Hadd mondjam el, hogy semmilyen különleges munkát nem végzünk a roma felzárkózás ügyében. Mi azt a politikát követjük, ami jót tesz, ami jól jön a lakosságnak, beleértve a romákat is. El kell mondanom ez alkalommal, hogy a mi nemzeti törvényeink és a támogató mechanizmusokban hiányolom azokat az intézkedéseket, amelyek erősen motiválnák az érintetteket, és ez nem teszi lehetővé, hogy a romák potenciáját ki tudjuk, potenciális erőforrásaival élni tudjunk. Köszönöm szépen. Itt talán ezt kéne erősíteni. Köszönöm az elismerést.
Azt hiszem, hogy ez a két képviselő tényleg megérdemelte ezeket a díjakat, mert nagyon nehéz helyzetben végezték ezt a remek munkát a lakhatási kérdés területén, példát vehet róluk a többi ország. Köszönöm a szervezőknek, hogy itt állhattam és bejelenthettem a díjak nyerteseit ebben a kategóriában. Mindenkinek a legjobbakat kívánom a jövőbeni vállalkozásaikban és munkájuk során. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és gratulálunk az összes győztesnek. Az első résznek ezennel vége. Élvezték a főfogást, és folytatnánk a díjkiosztót. Következő díjkiosztó szelekciótestületi tagunk John Warmisham. John Warmisham gyermek és ifjúsági ügyekkel foglalkozik, gyermekvédelem, gyermekgondozás, oktatás. Köszöntjük őt. Köszönöm. Megmondták nekem, hogy ha nem tartom be az időkeretet, akkor önök nem kapnak édességet, úgyhogy megpróbálom betartani. Azzal szeretném kezdeni, hogy elmondom, hogy szerintem mi a roma integráció. Remélem megtalálom a jegyzeteimet. Igen, itt látom a roma integrációt. Fontos, hogy a romákat meghallgassák. Fontos, hogy ne tegyenek velük olyan dolgokat, amit nem akarnak, és hogy figyelembe vegyék az emberi jogaikat, és nagyon jó lenne, hogyha végre elérnénk azt, hogy a romák segítsék a romákat. Szerintem ez az integráció egyik lényeges pontja. Rendben, lássuk az első borítékot. John, az első boríték a bronz érem. Remélem, hogy jól fogom kiejteni. Monsieur General de Valdemar, Franciaország. Azt hiszem, Nathalie Diner jön átvenni a díjat. Nathalie. Egy kis hátteret mesélnek el. 2012. Nathalie biztos beszámol majd az új fejleményekről. Az ő programjának a fő célja, hogy a romák önellátóak legyenek 3-5 éven belül a mainstream fősodratú francia megközelítéssel szemben. Dolgoznak a szociális integráció és a lakhatás terén a roma bevándorlók megsegítése érdekében. Azt hiszem, hogy egy kicsit föl fogom rázni a dolgokat, és megkérem a két kollégámat a megyei tanácstól, hogy felrejjenek ki ide mellém.
Mint már megértették, valószínűleg ez csapatmunka, amit mi végzünk. Hölgyeim és uraim, a Valdemán részleg, ez egy francia részleg. A humanista értékekre épült, tehát az a díj, amit kapunk, az azt a szolidaritást, egyenlő bánásmódot bizonyítja. Ezek a szívünkhöz nagyon közel álló értékek. Ez minden, a lakosság minden része számára, fiatal, öreg, hölgyek, urak, kiállunk mi részlegünk mellett, elutasítjuk a szegregációt, a kirekesztést. Ma délután hallották a beszámolót a mi falunkról, a mi falunkról, ami Provence-ban van, és a mi roma felzárkóztatási programunk azt célozza meg, hogy a roma népesség, melyet gyakran elutasítanak különböző európai országokban, szembenézzen a 21. századi kihívásokkal, és ez a célunk, hogy minden ember békességben éljen egymással, mindenkinek kiussanak azok az emberi jogok, amik a többieknek, hogy a romáknak ugyanolyan jogaik legyenek, mint a többi európai állampolgárnak. Tehát nagy örömmel vesszük át ezt a díjat, az európai integráció érdekében végzett munkánkért. Szeretném megköszönni mindenkinek, akik együtt dolgoztak velünk, és ennek a projektnek a kézműveseit szeretném kiemelni, Daniela Premtis, aki tanácsadóként dolgozik, és fáradhatatlanul keresi az európai forrásokat, és Mrs. Kreov, aki a vezérigazgató helyettes és egészségügyi és társadalmi ügyekkel dolgozik. Ez a szervezet, amelyik a falunkat segíti, Gabriel Delé képviseli, és szeretném megköszönni Mr. Nikta úrnak, hogy a különböző szervezetek és intézmények között megvannak a kapcsolatok, és a roma közösséggel is, és hogy sikerrel zárult a munkánk. És a roma családok, akikkel foglalkoztunk, az ő helyzetük valóban javulni tudott. Gondoljunk azokra az emberekre, akik az európai krízist átélik. Köszönöm. Köszönjük. Éljen Franciaország. Nos, az ezüstérmet Hamburg kapja Németországból. Mácz Imrebrót hívjuk a színpadra, Hamburg, Németország és Európa talán leggazdagabb városa, azonban továbbra is nő a szegények és a gazdagok közti szakadék, a migránsok és a nem németek egyre inkább a szegénységbe süllyednek,
A szegénység réme másokat is fenyeget, a szintéket és a romákat is fenyegeti tehát. És majd a díjazottunk majd tovább bővebben beszámol erről, illetve a projektről, amelynek a lényege a marginalizált rétegek szakiskoláztatása. Köszönöm szépen. Ez az első ceremóniám, és nem is vagyok szokva az Oscar-díjas fényekhez. Nos, úgy gondolom, hogy ez a díj a romákat illeti és a szintiket, illetve azokat az intézményeket, akik ezt a projektet megvalósítják. Ez nem azt jelenti, hogy megosztjuk velük, mert egyszerűen nincs, inkább zsebre tesszük. Számomra mind az IZEF Managing intézményének a feje, mi kezeljük a különféle tendereket, kiírásokat, monitoringot, és bizonyos célcsoportokat tűzünk ki, akikben nagy lehetőségeket látunk, és remélhetőleg egy kicsit hozzá tudunk járulni ennek a sikeréhez. Köszönöm szépen! Thank you, Marci. Köszönöm szépen, Marci. And I'm here again. Nos, megint én jövök, Úristen. Megint Franciaország, Bovigny. And of course. És nézzük a Bovignyről szóló kis filmet. Catherine Pécs vagyok, én vagyok Bovignynek a polgármestere, 15 ezer ember lakik nálunk, több mint 8 van nemzetiség, él itt, bolgárok, románok szép számmal vannak, akik egyébként nyomornegyedekben laknak, nem helyén való, egy, nem jó egy ilyen helyen élni, mert nem az a helyes, hogyha degradálják őket, hanem megfelelő érett körülményeket kell biztosítani neked. Nem mindenütt járhatnak például iskolába a roma gyereket, tehát ezeken próbálunk segíteni. 36 család számára építünk lakást. Az Európai Bizottsággal és más partnerekkel dolgozunk, hogy egy úgynevezett felzárkózási területet biztosítsunk 36 családnak, mert elfogadhatatlan, hogy emberi lények ilyen megalázó körülmények között éljenek, ahol nem járhatnak iskolába, a munkakörülmények rosszak, a higiénés körülmények elfogadhatatlanok. Nézzük a háttérinformációt. Bobigny az Île-de-France területen fekszik, 6 kilométerre Párizstól, 48 ezer lakossal, 2012-ben 700 román és bulgár roma lepte el a város, rendkívül rossz körülmények között kulipintyokban laknak, vagy pedig utánfutókban. A polgármesternő, aki be is számolt erről, és
abszolút bizonyította a rátermettségét, illetve az elkötelezettségét, hogy javítson a helyzetükön. Ennek a programnak az a lényege, hogy az a bevándorlókat segítse beintegrálódni a társadalomba. Láttuk, hogy ez több vonalon is megvalósulni látszik. És én, mint a vándor cigányokkal kapcsolatos ügyeknek a rapportőre, nyugodtan elmondhatom, hogy ez egy fantasztikus példája a romák integrálásának. Talán ön is szeretne erről néhány szóban beszámolni. Jó estét kívánok mindenkinek, és köszönöm a bátorító szavakat. Nagyon büszke vagyok erre a díjra. Ezt egy olyan projektért kaptuk, amely fontos, de egy kis méretű ahhoz képest, hogy a roma populációnak mekkorák lennének az igényei. 15 ezer emberről beszélünk egy hatalmas országban, és gyakran rendre utasítja az EU Franciaországot, amely egy gazdag ország, és mégsem tesz meg mindent a romákért, és a hármas jelszó, saját hármas jelszavának, a testvéreség, egyenlőség, szabadság elvének nem felel meg. Remélhetőleg a roma táborok előbb-utóbb felszámolhatóak, és az emberi jogaikat is figyelembe veszik, és még át kell venni a díjat. Nos, azzal zárnám. Mindenkinek köszönet, akik ezekben a hihetetlen projektekben részt vettek, és a kongresszus nevében, és az Európa Tanács polgármestereinek szövetsége nevében is gratulálok. Köszönöm szépen, Warmisham. Most folytathatjuk. Következő tagja a szelekciós bizottságnak, Kovács Petra. Kovács Petráról elmondanám, még ideér, hogy ő a Making the Most of EU Funds, tehát az EU-s forrásokból legtöbbet hozzuk ki programigazgatója. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy kitartottak velünk, hogy kitartottak mellettünk, és nagy örömömre szolgál, hogy bejelenthetem és ünnepelhetem a következő témát. Ez az átfogó megközelítés téma, ami úgy tűnik, mint egy ilyen divatos kifejezés, mikor arra készültem, hogy ezt bevezessem, és hogy felkonferáljam a díjazott gyakorlatokat, a roma felzárkóztatás átfogó megközelítésével kapcsolatban. Először az jutott eszembe, hogy mikor én gyermekként azt mondták nekem, hogy valami átfogó, akkor az engem elbátortanított. Úgy tűnt, hogy hát ez túl bonyolult, ebbe inkább ne is kezdj bele, halasszuk el. És azt hallottam, hogy különböző módokon különböző jelentéseket társítunk ehhez, mikor a romákkal kapcsolatban használjuk. Mikor olyan embereket látunk, akik nem szembesülnek azzal a dilemmával, amivel mi,
mikor a nagyon komplex realitással szembesülünk különböző településeken. Ez egy ilyen tyúk és tojás problematika, nem tudom melyik volt előbb, nem is tudom melyikhez fogjak hozzá. Nem gondolnak arra, hogy mi az, ami lehetetlen, hanem azon kezdenek el gondolkozni, hogy mi az, ami lehetséges. Lehet, hogy ez egy hosszú távú dolog, lehet, hogy mégis érdemes energiát belefektetnem. És próbáltam azon gondolkozni, hogy ebben a komplex realitásban mik azok a dolgok, amiket meg lehet fogni, és amik tényleg elvezethetnek minket a változáshoz. A felzárkóztatás vagy bevonás nem csak egy projektbe, hanem hogy olyan kultúra teremtődjön meg, ami lehetővé teszi a felzárkóztatást, a bevonást. Hogy ne csak a kisebbséget vonjuk be, hanem hogy a többség nyíljon meg. Ez a helyi viszonyok átalakulása, a helyi szolgáltatások átalakulása, a finanszírozás átalakítása, és azok a polgármesterek és munkatársaik, intézményeik, közösségeik, akik azon gondolkoznak, hogy hogyan lehet átfogó módon megközelíteni ezt a problémát, és akiket most ünnepelni fogunk a díjak átadásával. Ők elég bátrak voltak ahhoz, hogy szembenézzenek ezzel a hosszú távra szóló kihívással együtt. Úgyhogy megkérném Violettát, hogy nyissa ki az első borítékot. Három borítékom van. A bronz érem, Nitranat Iplom Szlovákiából. Tehát a színpadon polgármester úr, Berki Tivadar. Nyitrából. Köszöntjük Önt a díjazottak körében. Természetesen a díj az egész csapatot illeti, az átfogó projektek díját. Nyitrában született és nőtt föl. Nyitra egy kis közösség Szlovákiában. És miután befejezte a középiskolai tanulmányait, Berki úr egy kis építőipari cégnél dolgozott, és aztán egy kis vállalkozást alapított. Aztán 2006-ban megválasztották Nyitra polgármesterévé, és most a második időszakát tölti ebben a pozícióban. A szociális munka terén is végzett tanulmányokat Košicében. És a település egészében úgy tekinthető, hogy a település lakosságának egy jelentős része ki volt zárva az alapvető szükségletek eléréséből. A polgármester úr példát szolgáltatott abban, hogy átfogó fejlődést biztosított a közösségének, kombinálta menedzseri képességeit, óvatosan, ügyesen megítélte a források a rendelkezésre állását. 24 telket legalizáltak a projekt keretében, 20 családi házat újítottak föl, és ezek a munkálatok 70 embernek biztosítottak átmeneti munkát, és
5 ember dolgozik a polgármesteri hivatalban, tehát legyen szíves, ígérje meg, hogy továbbra is folytatják ezt a remek munkát. Gratulálok! Gratulálok! Mi ebben a faluban élő romák úgy döntöttünk, hogy mi is részt veszünk a településünk irányításában, mert és az, hogy így döntöttünk, az az nyert kitüntetést itt ma este. Köszönetet szeretném kifejezni Laszcsakova asszonynak és a Roma Intézet vezetőjének, Klára Orgovánovának. Kérem, álljanak föl. Köszönöm, köszönöm szépen. Jó dolog megkapni a díjat is, meg a diplomát is. Azt hiszem, hogy van még egy borítékunk, igen. Az ezüst érem pedig Spiskihrovnak szól Szlovákiába. Tehát polgármester úr, Dr. Vladimir Ledecki, fáradjon a színpadra. Spiskihrov, egy közepes méretű település Szlovákiában. 1300 lakosa van. A területhez tartozik 1200 hektár. Nyi föld is. Sok ember beköltözik Rovba, mert ott jobb az életminőség, és a legfejlettebb település a régióban. Spiskihrov azok közé, a települések köré tartozik, ahol Szlovákiában a roma bevonás felzárkóztatás egy olyan átfogó és hosszú távra tervező program keretében valósul meg, mely ezt a települést egyedivé teszi. A helyi roma közösség részt vesz a munkálatokban intézményesített formában. 220 roma profitált ebből a programból, ebből a hosszú távú és szisztematikus munkából. Biztosítják az átláthatóságot és a romák részvételét. Teljesen megszüntették a szegregált osztályokat. Több roma család átköltözött a falu integrált részére, és az egész falu területén megvalósították az integrációt. Sok olyan elem fordult itt elő, amiről délután beszéltünk, de
Rövidre zárva, köszönjük szépen, gratulálunk a hosszú távú és átfogó megközelítéshez, melyet önök alkalmaztak. Gratulálunk. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy kiválasztottak minket. Attól félek, hogy nem vagyunk annyira egyediek és különlegesek, hogy ezért egy díjat kapjunk egy ilyen eseményen, mint a mai. Egy üzenetet szeretnék átadni, amit mindig mondogatok az én embereimnek, hogy a többség és a kisebbség között mindig van egy szakadék, és az a kérdés, hogy egy sáncot építünk ebből, hogy ne tudjunk átjárni egymáshoz, vagy pedig egy útat hozunk létre, egy útvonalat a két csoport között, melynek segítségével együtt tudunk működni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki segített a munkám során. Violetta, van még egy harmadik boríték is? Igen. Az arany érem, a harmadik. Bulgária, Kavána kapta az aranyérmet. Polgármester úr a csapata nevében, Csonkócünev úr felradjon a színpadra. Nézzük meg a filmet a projektjükről. Csonkocsonöv vagyok, továbbá fő polgármestere Bulgáriában. 17 ezer ember él itt, és az elmúlt 9 évben megpróbáltuk a roma közösséget minél jobban integrálni. Ők is részt vettek a probléma megoldásában. Kívánom, hogy az összes kavarnai gyermek olyan boldog legyen, mint ahogy a filmben láttuk. De az önök munkája nagyon jó példát mutatott a szisztematikus és fenntartható lépések bevezetésében. A polgármesteri hivatal, a település, a polgármester minden dicséretet érdemel. A roma közösség nagyon komoly részt vállalt ebben a munkában, az infrastruktúra kiépítésében 70 család kapott telket. Az eredmények
Mint már hallhattuk az esemény elején, nagyon meggyőzőek. Itt mérhetőek voltak az eredmények. A történet sikerét az mutatja, hogy több roma végzi el a más, a középfokú iskolát. Aktív antidiszkriminációs lépéseket vezettek be. Gratulálunk! Köszönöm ezt az elismerést. Bulgáriában azt mondjuk, hogy ha nem akarsz elvégezni egy munkát, akkor megpróbálsz egy okot keresni, de ha el akarod végezni, akkor semmi nem állíthat meg. Kívánom, hogy minél több település dolgozhasson Európában így a roma integrációért. Köszönöm. És most szeretném felkérni a következő kategória konferenciáját. Hadd szólítsam a színpadra Kenneth David és a fenntartható erőfeszítések a roma integráció. Birminghami Egyetem nyugdíjas professzora, Közép-Kelet-Európa kormányzati struktúrájával foglalkozik, mint kutató, Csehországgal, Magyarországgal, Szlovákiákkal, ukrán kormány tanácsadója is egyébként, és az érdemkeresztjét kapta Magyarországnak, és egyébként a királynő kitüntetését is élvezi. Köszönöm szépen. A fenntarthatóság az úgy néz ki, hogy ez most egy ilyen vezényszó. Általában üvegházhatású gázokkal kapcsolatos kérdésekben merül fel ez a szó. De valójában mit is jelent? Nos, négy pontot jelölnék meg. Az egyik azt jelenti, hogy nem ad hoc, egyszeri dologról van szó, hanem hosszú ideig tart. A politika például, a fenntartható politika több évig tart. A második pont az, hogy minden olyan elemet tartalmaz, amely a sikert biztosítsa, megfelelő segítséget kell adni, tehát a gyerekeknek, vagy buszokat kell biztosítani számukra, amivel eljutnak az iskolán. Harmadik az, hogy a megfelelő pénzügyi alapot kell, hogy jelentsen hosszú időn át, és az utolsó és legfontosabb pontja az, hogy a közös humanitás szelleme alapján legyen fenntartva, ahol a romák és nem romák felismerik, hogy a egymás közelében csak úgy tudnak élni, hogyha egymásért felelősséget viselnek. Ezek a projektek pontosan ezeket a célokat szolgálják. Nézzük az első borítékot. Kettő van ebben a kategóriában. Nézzük az ezüst érmet. Magyarország hódmezővásárhely kapja ezt a kitüntetést. Almási István kérjük. Vagy valaki más képviselheti hódmezővásárhelyt? Nagyon jó, nagyszerű. Köszönöm szépen, hogy kifáradt.
Hódmezővásárhely nagy, 47 ezer lakosú város Dél-Magyarországon, és egyébként megyei jogú város, de hatalmas földek terülnek el körülötte. És igen, nagy roma populációja is van, hatalmas helyen terül el a város. A polgármester és elődje egy fenntartható integrációs politikát folytattak a célból, hogy az iskolákat átszervezzék mind a három szinten, egészen a középiskoláig, hogy egyik iskolában sem haladja meg a 20%-ot a hátrányos helyzetűeknek az aránya. Ezt még követték szisztematikus tanárképzések, kik szakképzések, átképzések, több mint 100 tanárt átképeztek, buszokkal látták el 600 valahány buszt, illetve embert szállítottak ezzel minden nap iskolába. Egyszerűen ezt hívjuk valójában fenntartott erőfeszítésnek. Gratulálok a díjához. Vásárhely nevében, és a mi polgármesterünk nem levelet küldött, hanem pedagógusokat küldött ide erre a konferenciára. Azt hiszem nem véletlen, hiszen az ügy fontosságát ez mindenképpen bizonyítja. Hódmezővásárhely remélem példával jár elő, jó példával, és én kívánom azt, hogy nagyon sokan kövessék a példánkat, és ez meghatározó legyen a jövőben. Köszönöm szépen. Sajnos nem halljuk a beszélgetést. Remélem, hogy lefordította a elhangzott szavakat. Sajnos nem tudtuk, mert nem volt mikrofon. Tehát megint egy magyar város, Ács városa nyerte az arany oklevelet, az aranyérmet. Ács 7200 lakosú város Nyugat-Magyarországon. A polgármester úr a roma integráció szimbóluma. Ugyanis egy olyan populáció választotta meg polgármesternek, amelynek 90%-a nem roma. Gratulálunk ehhez. És ő egyébként iskolaigazgató volt, és most szani funkciójában, tehát rengeteget munkát öl bele az iskola rendszer fejlesztésébe, függetlenül attól, hogy most romákról vagy nem romákról van szó. Vannak különleges rendszerek, különleges igényű hallgatókat próbálják kiszolgálni, megfelelően képzett tanárokkal, tanítókkal, természetesen ehhez különféle forrásokból
szereznek pénzt is. Ez egy nagyszerű példája annak, hogy egy kis közösségben maga a polgármester példája a roma felzárkózásnak. Tehát tessék, akkor ön is szóljon ehhez néhány szót. Köszönjük. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm a díjat. Igazából én azért is vagyok kicsit meglepődve, mert nekem nem tűnik a mindennapokban ez a nagy munkának. Ugye ezt csinálom most már több mint 20 éve, különböző szinteken, minisztériumtól kezdve Európa, tanács, ott is akkor egyéb helyeken. Az igaz, hogy az előadásomban is elmondtam, hogy az a kiábrándultság vitt vissza a szülőfalomba, vagy most már város, ugye Ács, amit tapasztalok a mindig a kormányzati erőkben, hogy sajnos nem a roma kérdés a legfontosabb, hanem mondjuk úgy, hogy ez a politikának egy fontos szavazatszerző és mindig meglovagolható témája. A roma emberek sajnos azt tapasztaltam, akármilyen kormány alatt voltam, hogy általában csak másodlagos szereplők voltak a területen. Így aztán gondoltam egyet, visszamentem a szülővárosomba, és gondoltam, hogy akkor ott dolgozzunk, és úgy látszott, hogy ez nem csak a romáknak, hanem mindenkinek, aki ott él, tetszett. Az, hogy integráció van, az, hogy azok a gyerekek, akik akkor külön jártak, most mindenki együtt jár. Két dolgot szeretnék mondani itt, azt gondolom, ez mind a kettő fontos azért is, mert én magam is ugye romaként végigjártam a lépcsőt. Az egyik, hogy a roma anyáknak a szerepe óriási. Mindenféle politikánál nagyobb, hogy viszonyul a gyermekhez, hogy indítja el az úton. A másik pedig azoknak a roma értelmiségieknek a szerepe, akik tudom, hogy nagyon szeretnek Pesten élni, meg a nagyvárosban, meg Brüsszelben, meg Strasbourgban, de azt mondom nekik, hogy először lehet, hogy abba a közegbe kell visszamenni, ahonnét jöttek, és ott kell mutatni valamit a többségi társadalomnak is, és utána sokkal nagyobb tapasztalatokkal felvértezve mennek már ki, mondjuk ugye a nagyvilágba. Köszönöm szépen! Igen, hát akkor Violetta az legutolsó szó, vagy Andrássé, köszönöm szépen, és végül is ennek a ceremóniának a végén hadd gratuláljunk mindenkinek, minden polgármesternek és kollégáinak, beosztottjaiknak, mert hiszen ez csapatmunka, és remélem, hogy élvezetes volt ez a ceremónia, meg maga a vacsora is. Még néhány fontos bejelentés következik. Igen, a technikai bejelentés nagyon fontos. Miután megették, amit meg lehetett, kérem, hogy akkor a buszokra szálljanak fel. 10:30-tól 11-ig járnak, tehát 10:30-tól 11 óráig. A másik pedig, hogy a tolmácskészülőket adják le, illetve hagyják az asztalokon. Nagyon fontos, felhívjam a figyelmüket. Néhány nagyon fontos személyre, akik nélkül ez az esemény nem jöhetett volna létre. Ők nagyon keményen dolgoztak, nagy lelkesedéssel dolgoztak, és voltak álmatlan éjszakáik a színfalak mögött lévő emberek itt ülnek az asztalon. Kérem, nagy tapsot adjunk Raimunda, Dominik, az Európai Bizottság részéről. Irena Fajon, az OSF-től.
és ne felejtkezzünk meg, hogy holnap folytatjuk, jöjjenek vissza, és van itt egy lista a recepción, amelyen megtalálható az összes polgármester neve és a győztesek neve is. Köszönöm szépen, kérem, élvezzék a est hátra levő részét, lesz zene is, és holnap találkozunk. Köszönjük szépen!